az egész tárgya indult, feljött engem a Kálomista Gábor, a menedzserigazgató, hogy van ez a színház, és nagyon szeretné, hogy én átmennék a Radnótiból, és azt tudtam, hogy a Juci jön. Tehát tulajdonképpen kettőnk volt, akkor nagyon sok terv volt még, rengeteg emberről beszéltek, hogy kijönne. Én azt mondom, hogy mi ketten voltunk úgy viszonylag fixen, vagy... Tehát nyilván ez a Csak Szex miatt a Gábor volt a producere, tehát ez egy nagyon régi barátság, meg egy régi viszony így hármunk között. És én azt éreztem, hogy ha Juci van, akkor nagy baj nem lehet. Tehát akkor én már megvan az az ember, akivel én meg fogom érteni magam. Első perctől kezdve mi nagyon jól dolgoztunk. 15 vagy 20 éve dolgoztunk először egy kisfilmbe. Én szerintem statisztáltam benne, és kellett valamit udvaroljak a Jucinak, aki éppen akkor fejezte be a főiskolát. Nagyon jó dolgok tudnak történni, hogyha a partnerek úgy eléggé jól működnek együtt, vagy úgy érzik egymás vibra, vagy együtt vibrálnak, vagy érzik egymást nagyon a színpadon. Ez nekünk, hála jó Istennek, így megvan. Lehet, hogy már korábban is működhetünk volna, de ez ugye Csak Szexnél ez így kialakult. Ez a darab leginkább a falakról szól, arról, ami két ember közé van. Ez nem véletlenül játszódik New Yorkban, nem véletlenül játszódik egy nagyvárosban, ahol rengetegen vannak. Elmondja, hogy ott a szomszéd, azok ott nem beszélnek egymással, az rendszeresen veri a feleségét, de tulajdonképpen már úgy megszoktam. Tehát, hogy arról a fajta elidegenedésről, ami van köztünk, vagy itt, amit mindannyian megélünk Pesten, tehát, hogy amikor először láttam Hajléktalant, mennyire rosszul lettem, hogy szerencsétlen ember fekszik a földön, és nem tudom, és tulajdonképpen ma már nincs olyan, hogy ne látnál legalább 10-15 embert az utcán, és az inger küszöb is lejjebb ment. Erről szól a darab, hogy két hétköznapi hős összetalálkozik, és valahogy próbálnak összecsiszolódni, vagy kipróbálni, hogy egyáltalán valami elindulhat-e, vagy tud működni, ismerkednek. Kicsit a férfi az ugye egy kicsit offenzívabb, és a nő ilyen tartózkodó, de hát ez úgy általában azért így szokott lenni normál esetben, hogy a férfi egy kicsit rámenősebb. Nagyon nehéz eltalálni ennél a Palinán, hogy iszatosan nyomul, de hogy miközben nyomul, azért közben azért nyomul, mert rettenetesen fél, hogy nem fog kelleni. Tehát hogy ez nagyon sok az önbizalom hiány, amit folyamatosan magabiztossággal, helyenként már agresszióval pótol. Tehát hogy azt az arányt eltalálni, hogy ne tűnjön pszichopatának, mert közben azért iszonyú erővel megy rá erre a nőre, de hogy ez ne legyen fenyegető, és hogy közben ne csak egy szín legyen, mert azért másfél órán keresztül nézni, hogy egy faszi így nyomul rá egy csajra, a csaj meg menekül, hát annak én nem tudkolok, hogy összejöjjenek. Ezért ez egy másik ember, mint én vagyok, tehát hogy én egy teljesen normális, hétköznapi életet élek már jó pár éve, ő meg nem. Tehát azért ez egy másik állapot, amikor egy 46 éves ez a férfi, tehát hogy aki azóta él egyedül és azóta keres valakit, ez egy másik állapot, egy másik idegrendszer, egy másik, amikor azt mondja, hogy na most végre megtaláltam, és tulajdonképpen ez az utolsó esélye arra, hogy vagy úgy érzi, hogy az utolsó esélye arra, hogy most elkezdjen valamit, amiben gyerekek és nem tudom mi lehet, mert ahogy tolódik ki az idő, az úgy egyre nehezebb. Egy fontos tanulság volt, hogy az ember megért, hogy egészen másképp működik a férfi agy, mint a női. Tehát a nő az jelzéseket küld egy férfinak, amit a férfi nem ért. Tehát egy férfi azt érti meg, hogy elmondod konkrétan, hogy kérdezzem meg, hogy mi bajod van. Tehát ne dúzogjál, mert én ezt nem látom, hogy te dúzogsz, én örülök neki, hogy csöndbe vagy. Tehát ezt én teljesen másképp veszem le. Tehát, hogy muszáj kommunikálni egymással, legalábbis a férfiakkal, mert a férfiak ezeket egyáltalán nem értik, az apró jeleket nem értik.